Az Incédi György szakképző iskola diákjai előtt új lehetőségek nyílnak. A jövő szeptembertől induló Honvéd Kadét program országosan 2017-ben indult azzal a céllal, hogy a fiatalokkal megismertesse a katonai pálya szépségeit. A Honvédelmi Minisztérium hozta létre ezt a programot. Azzal a céllal, hogy a középiskolás generációt megszólítva a fiataloknak betekintést nyújtson a katonai élet rejtelmeibe, nehézségeibe. 2004-ben felfüggesztésre került a sorkatonai szolgálat, ezáltal egy kicsit a társadalom, az állampolgárok eltávolodtak a katonai élet titkaitól, betekintésük nehezebbé vált. A Kadét programban olyan intézmények vehetnek részt, amelyek vállalják, hogy a normál közismereti és szakképzés mellett a pedagógiai programukba bevezetik a honvédelmi alapképzést. Nem csak katonai ismeretekkel, hanem ösztöndíjjal is gazdagodhatnak a programban résztvevő diákok. Ezt úgy kell elképzelni, hogy normál szakmai képzés az megmarad az intézményben, mindahogy eddig tanultak informatikusnak, logisztikusnak, hegesztőnek, ipari gépésznek és számos szakmában az intézményben, ez megmarad normál formájában. Ezt egészíti ki tanórán kívül egy szakköri formában a honvédelmi alapismeretek, tehát a normál képzés mellé kapnak egy világlátás, egy szakmai és egy ismereti bővítést azzal, hogy bekapcsolódnak a Honvéd Kadét programban, ahol tényleg megismerkedhetnek azon kívül, hogy honvédelmi alapismeretekkel, olyan természetes és mindennapi dolgokkal, mint a tájékozódás, de akár olyan ismeretek, amelyek az újraélesztés, amelyek a mindennapokban is hasznosak lehetnek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy tanórán kívül csatlakoznak a tanulók a szakmatanulás mellett, viszont egy olyan lehetőséget is kapunk, egy ösztöndíj programba tudnak bekapcsolódni, nyilván egy megfelelő tanulmányi eredmény elérésével. A megállapodást szerdán írta alá a középiskola intézményvezetője és a területvédelmi ezred parancsnoka. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Incédi a 8. oktatási intézmény, amely együttműködést kötött a Magyar Honvédséggel.